Az egykori MTK-s Boda nemes bosszút állt Volt csapatán. Teljes góljával szerzett vezetést a Vasas az 5. percben. 1-0. Az MTK csak a 47. percben tudott egyenlíteni. Pölöske góljával. 1-1. A káprázatosan játszó Bognárnak most csak kapufára tellett. És ahogy az már ilyenkor lenni szokott, a kihagyott MTK helyzetek után a Vasas lőtt gólt. Dubuc talált a hálóba, így alakult ki a meglepetésszerű 2-1-es vendéggyőzelem.